Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az egyházi évvel szinkronban vagyunk a krédó magyarázatában, hiszen múlt alkalommal arról szóltam, hogy és fölment a mennybe, tehát harmadnapra halottaiból föltámadott, az írások szerint is fölment a mennybe, múltkor ennek a tartalmát próbáltuk tovább gondolni, és onnan jön el ítélni élőket és holtakat, és hogy visszatér dicsőségben. Ez a rész következik most, és utána pedig majd hiszek a Szentlélekben, az pedig megint csak egybevág majd a pünkösdi készülettel és a pünkösdi időszakkal, tehát a hit évében a nagy katekizmust veszem alapul, hogyha valaki utána néz, a 7. cikkelyben megtalálja, de nyilván, hogy sokkal részletesebben magyarázom, mint ami ebben olvasható és megtalálható. Tehát Jézus azáltal, hogy fölment a mennybe, azzal véglegesen beöltözött abba a dicsőségbe, amit ő a föltámadással kapott, igazában már a föltámadással el is érte ezt az életállapotot, az már csak számunkra, már az akkori emberek számára volt egy tapasztalat, hogy időnként megmutatta magát. Annak idején a teológia így fogalmazott, hogy hogy volt az, hogy ugyanakkor ő megengedte, hogy megtapogassák, de már teste túl volt a téren és az időn, nem volt szüksége az étkezésre, és mégis leült a tanítványok közé és evett. Így mondta a teológiai tanár, emlékszem rá, hogy ez egy objektív vízió volt. Tehát egy olyan tapasztalat, ami valóságos volt, mégis számukra ez a láthatóvá tételt jelentette. Szóltam is arról, hogy itt egy olyan igét használ a görög szentírás is, hogy láthatóvá tette magát, de nem mindenki számára. Elnyerte a teljes dicsőséget a mennybe menetellel, már az is egy a tanítványok számára adott tapasztalat volt, és abban benne volt az összes biblikus szimbólum, hogy fölmegy a magasba, eltakarja őt a felhő, az Isten világa, megjelenik az angyal, és felszólítja őket, hogy most már ne nézzenek égre néző tekintettel, hanem lássanak hozzá ahhoz, amire Jézus előzőleg küldte őket, a hithirdetéshez és az egyháznak a terjesztéséhez, hiszen az Isten országának a magja, hogy így mondjam, az egyház. Sokkal szélesebb szellemi valóság, mint maga az egyház, de az viszi tovább Jézus Krisztus nem csak szellemiségét, hanem szentségi jelenvalóságát és az igehirdetés által annak megjelenítését. Azáltal, hogy ő elment az atyához, ment a mennybe, a menny az Isten természet fölötti létmódja, azáltal ő megmaradt az egyház fejének. Tehát nem úgy van ez, hogy véglegesen elhagyta azt a közösséget, amelyet megalapított, hanem megmaradt szellemi módon az egyház fejének. A pápát mi Krisztus földi helytartójának mondjuk, de éppen most ebben az időben, amikor csodá történt olyan szempontból, hogy a pápa lemondott, és azt mondta, most már nem vagyok pápa, egyszerű zarándok vagyok, ezáltal mutatkozott meg, hogy nem is annyira ahhoz a személyhez, hanem ahhoz a tisztséghez, ahhoz a hivatalhoz kötődik, ahhoz a péteri szolgálathoz, hogy ő képviseli, idézőjelben mondom, Krisztus helytartóságát. Nem tudunk rá jobb szót mondani, de az egyház feje most is Jézus Krisztus, és az egyház az a Krisztus teljessége, mert ő azonosítja magát mindazokkal, akik nevében érte cselekszenek, szenvednek és dolgoznak. Már itt a földön is, amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek, tehát az egyháznak a teljessége az Krisztusnak a szellemi megnyilvánulása. Így van ez akkor is, amikor Szent Pál azt mondja, hogy kiegészítem testemben
mindazt, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből. Hát erre meg lehet kérdezni azt, hogy hát miért hát az a kálváriai áldozat, az nem volt teljes, ahhoz még pótolni kell valamit, még ki kell egészíteni. Ez csak olyan értelemben fogható föl, hogy Krisztus azonosítja magát mindazokkal, akik az ő nevében cselekednek, tesznek és szenvednek. És így egészíti ki Krisztus szenvedését. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nem egy ilyen cseppfolyós valami az egyház, annak van hierarchikus szervezete. A reformáció idején vetődött fel a kérdés, hogy vajon látható-e az egyház, vagy láthatatlan? Hogy az egyház tagjai azok láthatók, tudhatók, a katolikus egyház meggyőződése, hogy az egyház pedig látható. Tehát nem mondjuk azt, hogy csak a tiszta lelkűek, mert ezt egyszerűen nem lehetne megmondani, hogy ki tartozik hozzá. Hát maga a szentségi rend is alapjában meginogna, ha például azt mondanánk, hogy csak az a pap gyóntat érvényesen, akinek semmi bűne nincsen. Ugye? Hát ez nem lehet, mert akkor itt minden meginog. Tehát addig, ameddig benne van a látható, hierarchikus egyházban valaki, addig annak tagja. Tehát van egy hierarchikus szervezete az egyháznak, és ennek a szervezetnek a feje Jézus Krisztus. És ennek az egyháznak a maradandóságát a Szentlélek biztosítja. A Szent Lelket küldi el a másik vigasztalót, mondja Jézus is, és ő fogja árasztani kegyelmi ajándékait. Na most milyen ez az idő? Jézus az Atyához tért, a természet fölött létódva. Itt van az egyház, amelynek feje. Ennek az egyháznak az élete most már az üdvösség történet utolsó időszaka. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy elérkeztünk az utolsó időszakhoz, de ezt nem lehet behatárolni. Vannak olyan szekták, akik napra pontosan megmondják ekkor és ekkor világvége, meg egyháznak is vége lesz, és akkor mondjuk, hogy hát az Úr Jézus is azt mondta, hogy nem tudjátok si a napot, si az órát, de az évet azt igen, mondják. Tehát na most ez az időszak, a virrasztás, a várakozásnak az ideje. Nem véletlen, hogy az utolsó könyve, az újszövetségi Szentírásnak a Jelenések könyve egy ilyen arám fölkiáltással fejeződik be, Maranata. Jöjj el, Uram Jézus! Tehát ebben a várakozásban él az egyház egészen az idők beteljesedéséig. A nagy katekizmus még azt is hozzáteszi, hogy Krisztus dicsőséges elővetele Izrael reménysége. Ugyanis a végidőknek egyik jele lesz az, hogy valamiképpen Izrael is elfogadja Krisztust Isten fiának, Mesiásnak, ha nem is állami szinten nyilván, hanem egyre többen olyanok lesznek, akik fölismerik Krisztusban azt, hogy ő az igazi Mesiás. Egyébként Szentföldön találkoztam olyan emberekkel, akik kereszténynek is, meg ugyanakkor zsidónak is mondják magukat, nem olyan formában, hogy ők vér szerint zsidók csupán, hanem valamit őriznek még a zsidóságból is, eljárnak a zsinagógába, de ugyanakkor kereszténynek mondják magukat. És kérdeztem éppen attól a vezetőnktől, hogy hát ezt mi, hát ti hogy gondoljátok, hogy hogy jön el Jézus Krisztus, vagy eljött már? Igen, azt mondja, ez össze fog esni, amit az egyház tanít, hogy eljön Jézus, és a második eljövetele az lesz számunkra, az az eljövetel zsidóknak, amikor majd felismerjük őt. Egyébként itt az eszkatológiánál, vagyis a végső dolgoknál szoktuk mondani, hogy ez olyan formán is történhet, hogy a világ érik be. Az ér el oda arra a teljességre, hogy találkozik Jézus Krisztussal. Tehát ez az időszak a várakozásnak és a próbatételnek is az ideje. Mert Jézus nem csinált abból titkot, hogy az egyházra bizony üldözés, megpróbáltatás vár, hiszen
ő azt mondta, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. És a gonoszságnak a titka, misztériuma benne van ebben a világban. Tehát ebből nem csinál titkot, egyébként ez is Jézus Krisztus isteni voltát igazolja. Mert mutassanak egy olyan csoportosulás, szervezetet, pártot, ahol úgy hirdeti a vezető, hogy ti rátok megpróbáltatás, szorongás vár, üldöztetés vár, és ezt beígéri. Hát Churchill mondta annak idején, hogy hát vért és könnyet ígér, de hát a háború idejére. Ugye? Viszont Jézus azt mondta, hogy amíg végig nem megy az egyház történelme, ez kísérő jelenséggel lesz az egész egyháznak, és ha valaki egy hosszabb időt él, tehát mondjuk, mit tudom én, 60-70-80 évet él, életének valamelyik részében általában ki is fogja azt, hogy van egyházüldözés. Van úgy, hogy végig van, de vagy az elején, vagy a végén van egyházüldözés, és ezt Jézus előre megmondotta, hogy ez jön, és hát az apostoli iratokban pedig ott van, hogy megjelenik majd az Antikrisztus is. Az, aki olyan hatalommal és olyan ráhatással lesz az emberiségre, hogy tömegeket fog öríteni, de ugyanakkor szöges ellentéte lesz mindannak, amit Jézus Krisztus tanított és mondott. És hát mindig találgatták, hogy most melyik az most Néró, jöttek végig az egyház történeten, volt, amikor Stalinra gondoltak, hogy az az Antikrisztus, vagy a Hitlerre gondoltak. Ezt így nem lehetett nevesíteni pontosan, de hogy ez bekövetkezik, azt látjuk, és az üldöztetés az kíséri az egyház életét, de épp a diadal az lesz, hogy a rossz felett, a gonoszság fölött is győz majd az Isten, méghozzá a föltámadt Krisztusnak az ereje még inkább kitűnik. És folytatódik a hitvallásunk, onnan lészen eljövendő ítélni élőket és holtakat. Kérdezte valaki tőlem most, hogy a Szent István Társaságban tartottam előadást, hogy hogy van ez, hogy az élőket? Hát ha egyszer a világ vége időben következik be, akkor lesznek olyan élő emberek, akikre akkor tartozik majd az ítélet, és lesznek olyanok, akik már meghaltak. Az ítélet gondolata, az igazságnak a gondolata benne van az emberiségben, de ez mindig csorbát szenved. Tehát ezt nagyon jól látjuk, hogy itt teljes igazság a Földön soha nem lesz, sőt az az érzésünk, hogy alig van igazság. Egyre több jogszolgáltatás van csupán. Hogy ő termelik a jogi embereket, ügyvédeket, de mégis az az érzésünk, hogy lépte nyomon csorbul az igazság. Egyébként most jelent meg egy film, Jelenszky István forgat ez a filmrendező, Az igazság soha nem késő, az a címe, és pontosan azt dolgozza föl, hogy ez a úgynevezett rendszerváltás mennyire nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hogy nem szolgáltattak igazságot azoknak, akik kárt szenvedtek. Nem szolgáltattak igazságot. És az így, hogy az igazság sohasem késő, és néha úgy néz ki, hogy hát mindig a gonoszok győznek, látszólag ez a helyzet, illetve hát akár csak Európára gondolunk is, ez a sokat emlegetett kettős mérce, ami valóban fönnáll, ez is azt mutatja, hogy az ember az igazságot sem tudja megvalósítani. Szóval döbbenet, hogy nincs igazság a Földön, és mindig vannak kárvallottjai az életnek. Ezért is kell Istennek ezt az emberbe plántált nagy igényt, hogy igazságnak pedig teljesülnie kell, az ítélettel helyrehoznia. És eljön ítélni élőket és holtakat. Egyébként az egész üdvösség történetén végig vonul, hogy az Isten ítélni fog. Ez nem csak a zsidóságnak és a kereszténységnek a gondolata,
a muszlim világnak is, tehát, de még valamiképpen más világvallásokban is benne van az, hogy az embernek számot kell adni. Bennünk van, belénk van táplálva ez a gondolat, hogy igazságnak pedig valahogy létezni kell, és számot kell adni. Az üdvösség történetben a Jahve napja, így mondták a zsidők, hogy eljön Jahvénak a napja, amikor ítélni ő fog, és hát nagyon ilyen félelmetes színekkel ecsetelték Istennek az ítéletét. Az, amit a kereszténység az ítéletre vonatkozóan átvett, hogy például gondoljunk csak a temetési énekeinkre, hogy ments meg engem, Uram, az örök haláta, ugye, amaradtenetes napon, ugye, ez mind az Ószövetségből jön, ez a gondolat. Ugye az Isten, ha kell, rettenetes módon is igazságot fog tenni a Földön. Tehát ezek az énekek, főként a középkor idejétől kezdődően egyre jobban erőt kaptak, vagy erőre kaptak, és hát nagyon sokan megverselték ezt a Dies Irae-ben, ugye ama végső Dies Irae, Dies Illa Solvitia, mindenki reszket akkor holt meg élő, ugye, én szegény ott mit reméljek, hol a szent is alig él meg, ugye. Tuba mirum spargenson cogetonis ante tronum per regia saeculorum, csodakürtök zengenek meg ítéletre mindeneknek, ugye, és oda visznek bennünket az Isten trónja elé, ezek ószövetségi képek. Na mondjuk a középkori ember ettől a gondolattól még megregulázódott. Szent Istvánról mondják azt, hogy amikor megkoronázták őt, utána nem látták nevetni. Sose. Nem nevetett, mert az volt előtt, hogy neki az ítélő Krisztus előtt számot kell adni. És főként ugye az ezredfordulónak a tájéka, az pont ez is volt a millenarizmus. Mert a Jelenések könyvében van egy olyan, hogy szabadjára engedi az Isten a sátánt, de még azoknak, akik hűs, azoknak még ad 1000 évet. Ez egy ilyen misztikus dolog a Jelenések könyvében, ebből lett a millenarizmus, hogy 1000 évünk van. Csak hát ugye ezzel aztán túlhaladtuk, de a középkori embert ez nagyon megfogta, hogy látta az ítélő Krisztust. A középkori templomok mandorlái, mondjuk a román stílusnál gondoljunk csak egy jáki templomra. Bemegyünk a templomba, ott van az a béletes oldal, és ott az a mandorla, az a szilva alakú formátum, abban ül Krisztus. És ott ülnek mellette az apostolok. És ment a középkori ember a templomba, és nézte, és eszébe juttatta, hogy nekem számot kell adni Isten előtt. És ez regulázta az embereket. De a mai ember, miután nem hisz Istenben, szinte nem regulázza semmi sem, mert túlteszi magát atomháború, gyilkosságokon, tehát valahogy, mintha nem is lenne számára ítélet, de azért érdekes módon a legnagyobb diktátorok is azért megrettennek, hogy olvassuk az életük végét, hogy akkor föltámad a lelkiismeretük, akkor papot hivatnak, meg valamiféleképpen szenvednek attól, hogy na most mi lesz. Tehát azért nem lehet ez alól csak úgy kibújni a végítéletből, és azt is tanítja a Szentírás, hogy minden emberre kiterjed az ítélet. Nem csak a keresztényekre, hanem minden emberre. És minek alapján, akit nem tanítottak se Isten hitre, se Jézus Krisztus ismeretére, törvényeinek, meg tanításának, a megtartására, minek alapján? A lelkiismeret alapján. És a lelkiismeret az egy óriási dolog, az az Isten képiségnek egy bizonyítéka. Hogy az embernek van lelkiismerete, addig, ameddig el nem deformálja teljesen. Mert először érzi azt, hogy most nem tettem jót. Vagy jót tettem, és megdicsérült a lelkiismeret. Van egy ilyen belső érzéke. Na aztán persze, amikor már túlteszi magát
sok-sok bűnözéssel, akkor már a lelkiismeret nem szólal meg. Már nagyon nagy dolgoknak kell történnie, hogy kiváltson belőle valami félelmet, legalábbis olyan formán, hogy meg fognak érte büntetni, és majd szenvedek érte. Tehát sokan ezért is kérik például a halál büntetést, hogy hát hogyha nem veszíti el az életét, akkor úgy van, hogy börtönbe majd csak kiszabadulok. De így legalább így, hogy félne tőle akkor, hogy ne csináljon olyan büntetet, amit aztán túl lehet élni. Tehát benne van az, hogy minden embernek a lelkiismerete alapján lesz az ítélet, és ugyanakkor, ha az új szövetségre megyünk át, akkor látjuk, hogy azért az nem olyan rettenet, mint ahogy az ószövetség gondolta. Tehát nem úgy jön el ítélet, mert mit mond Jézus? Azt mondja, hogy nem azért küldte Isten, vagy az Atya őt a világ, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözítse. De ugyanakkor benne van a Szentírásban is, hogy Krisztus ítél meg bennünket. Sőt, az is benne van, hogy az üdvözültek is együtt ítélkeznek Krisztussal. Hogy van ez? Ha egyszer van lelkiismeret, és van számonkérés, akkor mi szembesülünk Krisztussal. A föltámad Krisztussal, mert az Atya átadja neki az ítéletet, de az ítélet szinte önítéletté válik. És a teológia azt mondja, hogy ott Isten nem azt nézi, hogy most te kisgyerekkorodban elloptál egy ceruzát, ezt, azt, amazt, hanem mivé lettél. Hogy állsz az Isten elé? Milyenné formáltad magadat? És ott az Isten szentsége, jósága, szeretete, az szembesít önmagaddal. És ilyen formán lehet önítéletté az ítélet. Erre egyébként van a földi életben is valamiféle halvány hasonlat. Érettségi találkozókon lehet megfigyelni, hogy azok az osztálytársak, akik úgy nagyon elkallódtak valami miatt, és még talán él az osztályfőnök, vagy élnek a tanáraiból egyen-ketten, nem jönnek el. Nem jönnek el, mert ott rájuk kérdez, hát mit csinálsz, mit csináltál? Tehát én ezt tapasztaltam, hogy ott van valami, hogy nem jövök el, mert megkérdezik, hogy mivé lettél. Na most egy ilyen szégyenérzet távol tartja őt. Na most ugyanígy az Isten szentsége, jósága az, amely bennünket szembesít ő vele. Mert Jézus Krisztus ott sem tagadja meg önmagát. Tehát azt a feladatot, amiért őt küldte a mennyei Atya, ott is irgalmas bíróként jelenik meg. És hát akkor hogy van, akkor nem lesz senki sem elítélve? De lesz olyan állapot, mert valljuk azt, hogy kározat pedig létezik. Hogy aztán mennyien vannak benne, azt nem tudjuk. Senki semről sem állapította meg az egyház, hogy elkározott. Még egy Júdásról sem. Ugyanis, amikor azt mondja neki Jézus, hogy jobb lett volna, ha meg sem született volna, az talán arra a pillanatra szólt. Ahogy Péternek volt egy pillanatok, azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán. Abban a pillanatban. Tehát még Júdásról sem mondja ki az egyet. Az üdvözültekről kimondja, többről üdvözült. De kárhozottról egyről sem. Mondja ezt ki. Azt viszont mondja, hogy a halottakért kell imádkozni. Azt egyházunk nem tanítja, hogy odát még meg tudunk változni. Tehát meghaltunk, és még van ott egy lehetőség. Mert a halállal minden lezárul, az érdemszerzés lezárul a halállal. Onnéttől az imádságnak van szerepe, amely nem pusztán azt jelenti, hogy én most irgalmasabbá teszem az Istent az imámmal, mert szent és üdvös dolog imádkozni az elhunytakért, hanem azt is jelenti, hogy az itteni adósságát valamiképpen az ember az imádság által föloldja. Mert minden ember hagy itt valami adósságot itt a Földön azáltal, hogy bűnöket, gyarlóságot követett el, de ha mi úgy tudunk rá emlékezni,
hogy az imává válik. Itt megszűnik még ez is, mert ez a hiány, mert a szerető Istenhez nem mehet oda az, annak a közelségében nem lehet az, akiben nincs szeretet. Mert a szeretet az a mérce, aminek alapján az ember üdvözülhet. És hát az utolsó pillanatig, ugye a Jobbik Latornak a példája az éppen ezt mutatja, hogy az utolsó pillanatig van lehetőség a megtérésre. Az utolsó óráig is. És hát ez is az Isten irgalma és kegyelme, hogy még mindig van, napszálta előtt is be lehet állni az Úr szöleibe. Persze az ember nem bízhatja el magát, hogy majd most, akkor majd Istenhez térek. Mert először is, ha szeretem az Istent, nem élek vissza a jósága, hanem szeretetére válaszolok. Másrészt, ha valaki megátalkodottá válik, nem biztos, hogy akkor ő tud majd váltani. Akkor. Tehát nem életek vissza vele. Ugye mi a Nagy Konstantin csinálta, hogy megvált az élete végét, és akkor meg keresztelkedett. Mert hát ő azt tudta, hogy az belépés az egyházba, a keresztség eltörli a bűnöket, azt lehet mondani, hogy halálos ágyán megkeresztelkedett. Tehát ez egy ilyen számítás, mert ha én Istent szeretem, akkor az Isten iránti szeretetből jót kell tennem. És nem mondhatom azt, hogy na, majd akkor elég lesz. Tehát az ítéletnek ilyen formán a fontosságát továbbra is ki kell emelni, annak ellenére, hogy mi nem úgy gondolunk rá, mint mondjuk az ószövetségi ember, vagy a középkori ember. De egyébként a tisztító tűz az valami ilyesmi, mert az nyilván nem tűz. Mert a tűz az csak egy hasonlat. Ahogy az embert megégeti a tűz és fájdalmas, az ítélő Istennel való találkozás. Ez lesz a tisztító tűz. Találkozunk az ítélő Istennel, a szerető Istennel. És nagyon jó, hogy a katolikus egyház vallja a tisztító tüzet és a tisztulás állapotát. Mert nagyon sok embernek még az egy lehetőség ott, hogy ettől a sok salaktól megtisztuljon, ami a bűn következtében hordalékként ott van az életén. Hogy méltóvá váljon arra, hogy Isten társaságába, közösségébe jusson. Ezt miért mondom a katolikus egyházak? Protestáns egyházaknál nincs ez egy, ott kározat van és üdvösség. Katolikus egyház ősi meggyőződése, hogy van is rá utalás a Szentírásban, a tűz által, meg, illetve az, hogy amíg meg nem fizetett tartozásodat, Jézusnak van egy példabeszéde, hogy hát igyekezz kibékülni a haragosoddal, mert amíg oda nem érsz a bíróhoz, mert le kell fizetned a tartozásodat. És ez nem csak egy ilyen földi életre szóló buzdítása volt Jézusnak, hanem valamiképpen a tisztító tűznek a megfogalmazása, hogy nekünk ott ezt valamiképpen helyre kell hoznunk. Ennek a szenvedésnek az árán is. És a búcsú is ebbe a körbe tartozik, hogy az egyház megengedi, mert azt mondja, vannak olyan kegyelmi lehetőségek, hogy búcsút nyerjünk mások számára, hogy elengedjék bűneiket. Ez abból alakult ki, hogy az ókorban voltak lapszik, elesők, és nagyon nagy penitenciát róltak ki rájuk. Viszont voltak olyan emberek, akik viszont sokat szenvedtek a hitükért. És akkor azok azt mondták, hogy a mi érdemeinkért engedjétek el az ő bűneit. És ez is benne van a búcsú gondolatában, a bocsánat, hogy amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, hogy ez vonatkozik erre a búcsú
kérdésére, hogy Isten elengedje a bűnért való tartozást. Ugyanis ez is hozzátartozik az igazságossághoz, és hozzátartozik ahhoz, hogy az Isten szentsége és szeretete mindenki számára kötelező, ha ő abba a szentek közösségében akar lenni. Mert ugye azt is hisszük, hogy a szentek közösségében együtt vagyunk az üdvözültekkel. Tehát így gondolunk rá erre az időre is, hogy van külön ítélet, és van végső ítélet. Csak hogy. A más világon nincsen idő. Ez összeesik. Mert mi a külön ítélet? Ha valaki meghal, megítéltetett. Tehát, ha nincs is még teljes testi föltámadásban, akkor is a megítéltetés, az megtörténik. És a lelkünk az nem hal meg. Az tovább él, de az soha nem teljes. Mert mi test és lélek egységében vagyunk. És azt sem tudjuk pontosan, ezen a mostani teológia gondolkodik, hogy ha egyszer nincsen idő, akkor lehet, hogy bekövetkezik a testi föltámadás is, akkor, amikor meghalunk. Hogy van egy különítélet az ember számára, ez is egyházi tanítás, és van egy végső, utolsó ítélet, az egy nyilvános fölsülés, vagy nyilvános megdicsőülés a végső ítélet. Emlékszem rá, Gál Ferenc professzor úr azt mondja, milyen nagy szégyen az, ha az ember egy előkelő társaságba, akkor bemegy, elszakad a nadrágja, és kritikus helyen elszakad, egy borzasztó égés, azt mondja, hát ez csak egy hasonlat, hogy amikor az ember fölsül a végítéleten, a gonoszságával, és a nyilvánvalóvá válik. Az lesz az, amikor eljutunk a végső ítéletre. De van egyéni megítélés is. Onnét jön el ítélni élőket és holtakat. És az ítéletben Jézus Krisztus nem justícia. A justíciát ott szokták ábrázolni, bekötik a szemét, és fogja a mérleget. Hogy ő pártatlan. Jézus nem pártatlan. Az ember oldalán áll. Mert az egész üdvösség történet értünk a mi üdvösségünkért. Ott a kárhozat, a megáltalkodottság és az embernek a teljes vissza magába zárkózása és Isten elutasítása. Hogy képzelhető el, ezt nem tudjuk. Ez is egy misztérium. Hogy a gonoszságnak a titka is benne van a világban. Mert benne van. Tehát misztérium számunkra a gonoszságnak a titka is. Már ebben a világban. És hogy ott hogy lesz, azt majd szebben fogjuk látni, mert azt tanítja a teológia, hogy ott rendeződnek a vonalak. Isten egyenesen ír görbe vonalakon, hogy ott a végítéleten megértünk sok mindent. És ez is benne lesz ebbe. Most mit értünk meg? Mi a legnagyobb kérdés, ezt még nagy teológusok is mondták, miért volt ennyi szenvedés? Gyerekek, ártatlanok, miért szenvedtek? Vagy egyáltalán miért halunk meg? Ilyen keserves módon, hogy meg fogjuk érteni. Akkor a végítéleten, amit most még nem értünk. Most annyit értünk az egészből, hogy ha Jézus Krisztus élete, a kereszten végződött a földi élete, akkor ennek volt valami értelme. Számunkra is. Tehát ha egyszer kulminált a bűn Jézus halálában, a gonoszság, ha ő ezt vállalta, akkor ennek van értelme. És ott meg fogjuk érteni mindazt, amit itt a Földön nem értettünk meg. Az Isten gondolatai, azok jobban átsugároznak ránk. Mert ugye a profétával elmondhatjuk azt, hogy amilyen messze van az ég a Földtől,
olyan messze van az ember gondolata az Istenétől. Ha most mi értenénk Isten minden gondolatát, akkor már nem is emberek lennék szinte. Ugye Lacordaire mondta, a lovam tudná azt, hogy én mit gondolok, akkor az már ember lenne. Na most, hogyha mi tudnánk, hogy mi az Istennek az elgondolása mindenbe, akkor fölnőnénk oda. Tehát ez is benne van ebben, hogy ott meg fogjuk ezt érteni, és az egyrészt az igazság, és a szeretet győzedelmeskedik. Mert miért van benne az ember lelkében ez a vágya, hogy bár nem teljesül sokszor, de bennünk van az igazság utáni vágy, és a szeretet utáni vágy. És ami nálunk elképzelhetetlen, a végtelen igazság és a végtelen szeretet együttese. Ezt mi nem tudjuk megcsinálni. Mert vagy ide, vagy oda döntünk egyes esetekben. Az Istenben van meg ez, és ott ebben a teljességben látunk majd meg sok mindent. És nem fogja senki igazságtalannak érezni azt, ami történt vele. Mert szokták mondani, hogy a kegyelem van az üdvösség mennyországban, igazság van a pokolban. Ott igazság van. És ez a gondolat, ez hozzá tartozik a hitünkhöz, hogy addig konkoly és búza között élünk. Tehát nem szabad azt mondani, hogy ez egy olyasmi gondolat, ami a Szentírásnak a kelléke, de valójában is vegyük komolyan, mert hát ez egy biblikus szimbólum. Nem, van ítélet, van kározat is. És hogy ez mikor következik be, ezt nem tudjuk. Egyébként a 20. századi teológiának volt egy olyan irányzata, Albert Schweitzer, a híres zenész, orgonista, orvos, Lambarénében volt orvos, és híres teológus is volt. Erre alapította a teológiáját, hogy az ősegyház csak abból élt, hogy Jézus hamarosan el fog jönni. Tehát ez a közeli várás volt az Isten országának a gondolata. De hát ez nem következett be. Ugye Szent Pál mondta annak idején, mikor nem akartak dolgozni Korintusba mellett, hát úgyis végre lesz a világnak, minek dolgozzunk az, aki nem akar dolgozni, ne is egyik. Innét van ez a közmondás. Mert nem tudjuk, hogy mikor van, de ugyanakkor a várásban is úgy kell dolgoznunk, hogy mintha örök kérnénk. Sücant annak így az üdvösségi van egy szép gondolata. De azt mondja, hogy már most is érzünk pillanatokat, mikor rányílunk az örökké valóságra, már a Földön is. Nekünk úgy kell dolgozni, mintha itt örökké élnénk, és mintha Józsu Éva mondanánk, ugye ez viszont tényleg bibliai kép, hogy álljon meg a nap. Józsué megállította a napot. Lennék bár Józsué, megállítanám a napot, írja Petőfi. Hogy miért álljon meg a nap? Mert nekem annyi feladatom van. Ugye az este az ember, már vége van a napnak. Álljon meg a nap, mert annyi dolgom van. Azt mondja Sütszanta, így kell élnünk a Földön. Álljon meg a nap, annyi dolgom van. De amikor jön a hívás az örök halmok felől, akkor letesszük és megyünk. Ugye? Benne van a litániában, hogy az örök halmok kívánsága. Ja, Pátriár, az örök halmok felől. Ez azt jelenti, hogy az üdvösség felől jön a hívás, akkor megyünk. És ez a keresztény létnek a lényege, hogy nagyon fontosnak veszük ezt a földi életet, de ha jön a behívó, akkor megyünk. És ez egy örök feszültség az életünkbe. Ugye, Proász Kottokár, akit én nagyon tisztelek, írt a végrendeletébe, hogy örömmel halok meg, mert remélem, hogy Krisztus dicsőséges arcában nézhetek. És ugyanakkor ő aztán kapott annyi talentumot, meg annyit dolgozott utolsókig, de ezt föl tudta keresztény reménnyel és életformával dolgozni. És hát, hogy eljön a dicsőséges Krisztus, ebben is hinnünk kell, és végül is, ha keresztények vagyunk, akkor annak örülni kell, hogy találkozunk az Úrral, ez lesz a színről színre látás. Csak színes forgatag a világnak,
elfed előlünk sok mindent. Pedig valójában a keresztény remény ebben mutatkozik meg, hogy a végső nagy találkozás olyan reményt ad nekünk, ami ezeket a kis reményeket, ahogy szokták mondani, a földi reményeket kiteljesíti. Amikor már másnak nincs reménye, nekünk akkor is van. A halálon túli reményben, és hát így gondolunk erre a fejezetre, hogy mennybe ment, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Ja, keresztények régen jó szokásként imádkoztak a jó halálért. Ezt, ha valakinek mondják, van olyan ember, aki a temetési szertartásnál egyszerűen megborzunk, hogy azért imádkozunk, aki fogja követni a most elhunytat. Hagyják ki ezt! Miért hagyjuk ki? Ez egy valóság. Benne van a zsolozsmában, amit mindenki imádkozhat, az utolsó, hát ilyen kérés, nyugodalmas jó éjszakát, és boldog halált adjon nékünk a mindenható Úr. Ez nem más, mint a végítéletnek újra meg újra való fölidézés, hogy ha találkozunk az Úrral, készen találjon bennünket. Tehát így kell erre a hitágazatra gondolni, egyrészt nagy felelősséggel, és ugyanakkor keresztény reménnyel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!